Üdvözlöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat ezen alkalommal is, itt a Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. Két vendégem érkezett a stúdióba, akiket már ismernek, Szongott Edenről és kedves feleségéről, Petráról van szó, és a mai nap megismerjük őket és a hivatásukat közelebbről, és beszélünk a keresztényekről, akik a médiában is megjelennek. Köszöntelek titeket a stúdióban, örülök, hogy újból találkozhatunk, és örülök, hogy ebben a témában is elmerülhetünk, hiszen ezen a téren nagyon sok mindent mondhattok és számolhattok be, és nagyon kíváncsian várom, hogy elkezdjük a beszélgetést. Mi is sok szeretettel üdvözlünk téged és a kedves nézőket is. Hát voltak ilyen kerekasztal beszélgetéseim fiatalokkal az elmúlt adásokban, és az egyik kerekasztalnál, már nem tudom melyiknél, megkérdeztem a fiatalokat, hogy mi a véleményük a média szereplésről, hogy a keresztények a médiában szerepeljenek, és fontosnak találtak ezt. Én is fontosnak találom ezt, hiszen egy olyan terület lehet, ahol missziózni lehet, ahol kapcsolatot lehet fenntartani emberekkel. Nyilván nem olyan közeli kapcsolatot, mint egy személyes kapcsolatot, de nagyon sok lehetőség van a médiában. Eltekintve a tévétől, a rádiótól, és inkább az ilyen szociális médiára gondolva. Ti is ilyen téren tevékenykedtek, és meg szeretném kérdezni tőletek is, hogy szerintetek fontos az, hogy a keresztények a médiában is megjelenjenek? Illetve, hogyha igen, akkor miért? Annyi embert, mint amennyit a médiában tudsz elérni, annyit sehol nem fogsz tudni. Én nekem ez a tapasztalatom. Igen, a legfontosabb, a legeslegfontosabb az, amikor te odamész, amikor te beszélsz az emberekkel, és amikor neked igazi élő interakciód van, ez a legfontosabb, és ezt nem is kell hanyagolni soha. Viszont van egy olyan lehetősége a hívő embernek 2023-ba, jó, egy ideje megvan ez a lehetőség, de ugye 2023-ba vagyunk, amikor egy mondatát, vagy egy gondolatát több millió ember meg tudja hallani. És lehetséges, hogy, sőt, több mint valószínű, hogy rengeteg tapasztalatai vannak a hívő embernek, és van egy üzenete, amit át szeretne adni a nagyvilágnak. És hol tehetné a leghasznosabbá magát, vagy hol tehetné a legtöbben hol hallhatnák, mint sem, hogy a médiában. Úgy az interneten, említsünk meg Facebook, YouTube, TikTok, ezeken a platformokon, Instagram, így van. Mindig azt szoktam mondani, hogyha láttál egy jó képet, ami meg van szerkesztve szépen egy almával, egy jó gondolat, egy igevers, egy bármi, tedd közé, mert lehet, hogy neked feldobta a napodat, akkor oszd meg te is. Egy reményt adott, egy reményt vagy adó, nyújtott bármit, amire esetleg valakinek szüksége van. Csak én azt mondom, hogy nagyon fontos, mert mostanában, most mondhatjuk azt, hogy majdnem mindenkinek van telefonja, ugye a zsebébe, ott van ott vannak a számítógépek, a tabletek, kicsitől nagyig, majdnem mondhatjuk azt, hogy majdnem mindenkit megtalálhatunk a social médiába. És nem csak. Tehát egyre inkább nagyobb az a tendencia, hogy a telefonoknak köszönhető is, meg a technológiai fejlettségnek, hogy elveszítjük a kapcsolatainkat a barátainkkal, vagy ismerőseinkkel, vagy azt a személyes, valódi kapcsolatot akár családtagjainkkal, mert belemerülünk ebbe a virtuális világba. És egyre inkább elszakadunk az emberektől. Így bizonyos szociális szükségleteink háttérbe szorulnak, és ezeket nincs mi pótolja, és egy ilyen kimerültségi állapotba kerülünk. Ezekre például nagyon-nagyon jó, hogy legyen egy alternatíva a szociális médiában is. Egy jó gondolat, egy segítség, annyi kimerült ember van, annyi szomorú ember van. Miért ne lehetne nyújtani nekik? És ez egyre inkább nő és nő, tehát egyre inkább szükségesebb, hogy valami pozitivitás is legyen ezeken a csatornákon. Úgyhogy mindenképp van egy szükségessége annak, hogy keresztények is jelenjenek meg a médiában, főleg, hogy
ha már a sztárok megtehetik, miért ne tehetnénk meg mi is, megosztva, ahogy mondtad, a tapasztalatokat, meg a gondolatokat, meg reményteli És mennyivel üzeneteket. fontosabb az Isten gondolatait megosztani, Igen. mint akármilyen sztártól bármit is elfogadni. Igen. Igen. Arra gondoltam, hogy olyan érdekes, hogy a világnak vannak olyan eszközei, amiket mi keresztények néha óvakodunk tőlük, vagy félünk tőlük, és nagyon jól mi is ki tudnánk használni. Nem úgy, Hogyne. ahogyan ők, viszont másképpen azért, hogy embereket Én érjünk el. nekem az az elvem, hogy például a telefont, hogyha vesszük, hogy a legrosszabb dolog, amit az emberiség kaphatott, de a legjobb is. Egyben. Egyben. Tehát a kettő az egyben. Az a lényeg, hogy mire használod. Pontosan. Mert használhatod arra, hogy teljesen elvegye minden idődet, és aztán elfeledkezzél a Jóistenről, és ha elfeledkezünk a Jóistenről, akkor bálványunká válik, vagy lehet a legjobb eszköz. A legjobb eszköz az evangélium hirdetésére. És olyan értelemben, amikor a figyelmünket Istenre. És én például helyezzük. Azért kezdtem el inkább alkotni, alkotó lenni, mint használó, mert vegyük példának a TikTokot, mert ott vagyok a legaktívabb, egy ideje már a Facebookon is, viszont bementem a TikTokra, és görgettem, és görgettem, és görgettem, és elmegy egy óra. Ez akkor, amikor óra, felhasználó amikor, voltál. Amikor felhasználó voltam, amikor még azt se tudtam, mi az a TikTok. Csak láttam rövid videók, wow. És ez ment minden szabadidőmet, az ette fel. Ez mikor történt? Ez nem tudom, már 3 éve. Körülbelül így lehet. És néztem a videókat, néztem, és azt mondtam, hogy oké, ez mind oké, de hol van a TikTokról Isten? Tehát ez egy nagyon jó lehetőség lenne az, hogy ugye van egy csomó más alternatíva, amit szeretsz nézni, de mi lenne, hogyha lenne egy ilyen is? És azt mondtam, hogy ott kell legyek valahogy, valamilyenféleképpen, és feltöltöttem egy videót, kettőt, hármat, négyet, és láttam, hogy az embereknek tetszik, és várják. Sokan mondják, hogy ó, ez a világ már olyan rossz, ez a világ már nem akar hallani Istenről, de igen. Nagyon is. A tapasztalataim szerint az emberek ki vannak éhezve Isten igére, és annyira jó, nekem is, mennyire jó, amikor egy felemelő gondolatot hallok, látok, amikor rossz napom van, amikor szomorú vagyok. Mostanában nincs annyira rossz napom, mert valahogy úgy szeretem az életet, ugye fent a tanyán, kiélni úgy maximálisan, és ezt a jó létet, ezt a boldogságot át akarom adni az embereknek. És akkor annyian köszönik ezt, hogy jaj, de jó, hogy megosztottad ezt a dolgot, mert feldobta a napomat, sőt a hetemet, és ez visz előre. Ez visz előre. Na de még mielőtt feltöltötted volna azt az 1-2-3 videót az elején, hogy indult minden? Tehát tervezett volt ez a gondolat, hogy a szociális médiába kezdjél megjelenni? Gondoltál arra, hogy eszközöket vásárolj erre a célra? Vagy hogy indult el minden? 10 évvel ezelőtt, nem, 12 most már, hogyha belegondolok, elkezdtem YouTube videókat nézni arról, hogy mások hogy csinálják a YouTube-ot, mások hogy kezdik el, milyen eszközöket használnak. Én körülbelül 10 évet, mert ugye 2 éve kezdtem a TikTokozást, 10 évet tanultam. 10 évet csak figyeltem, 10 évet tanultam. Nem használtam például egy programot, amivel videókat vágunk, nem használtam, de néztem, hogy más hogy csinálja. Néztem a hangnemet, néztem, hogy más hogy fejezi ki magát, és egyfolytában csak az járt a fejembe, hogy egyszer nekiindulok, és youtuber leszek. Nekem ez volt a gondolatom, viszont nem is akartam annyira magamat videózni, vagy fotózni, hanem valahogy úgy terveztem, hogy majd nekem lesz egy kis stúdióm, vagy lesz egy pár kamerám, amit majd elviszek, és akkor másokat fogok filmezni, és úgy fogom hirdetni az evangéliumot. Vagy bármi mást. Mert az van, hogy egy idő után úgy elkezdesz
majdnem csak, hogy csak a Jóisten dolgairól beszélni. De akkor régebben az volt a tervem, hogy majd ilyen mindenfajta elektronikus dolgokat bemutatok meg, meg nem tudom, ilyen gondolataim voltak az utóbbi időben, majdnem átálltam már teljesen csak a bátorításokra és a Jóisten igére, de ez úgy indult, mondom, hogy kb. 10-12 éve, hogy elkezdtem megfigyelő lenni, és csak úgy ért bennem a gondolat. És mi volt az a pont, ami kibillentett, hogy el is kezdje? Tehát, hogy ne várakozz tovább, hanem elindítsd ezt a tevékenységet. Megszületett a kislányunk, és körülbelül egy évesen, másfél évesen már mondatokba beszélt úgy, hogy olyanokat mondott, hogy azt mondtam, hogy wow, egy éves kislánynak ilyen gondolatai vannak, hát ezt meg kell osztam másokkal is. Úgy olyan aranyosan mondta. Annyira aranyosan mondta, olyan kis cuki volt, hogy azt mondtam, hogy ezt kell lássa mindenki. És megosztottam egy videót, megosztottam kettőt, hármat. És volt olyan este, volt olyan éjszaka, amikor 30 ezeren követtek be, egy éjszaka alatt. És azt mondtam, ez hogy... Ez még az elején volt? Igen, az elején, igen. Nagyon az elején. Az első hetekben. Az első hetekben. És én annyira... Ez egy olyan érzés, amit nem tudok átadni neked, de annyira jól esett az, hogy hűha, ennyi ember kíváncsi ránk, mert ugye elkezdtem már aztán magamat is filmezni, nagyon nehezen ment az elején, nem tetszett a hangom, nem tetszett az arcom, nem tetszett semmi magamon, de egy pár kommentbe azt mondták, hogy hű, de milyen megnyugtató a hangod, vagy ez mennyire jó volt már ez a videó. Pozitív visszajelzések. Igen, pozitív visszajelzések. És azt mondtam, hogy hűha, jó, atyám, mi a terved ezzel? Ez volt az első kérdése. Mi a terved ezzel? És hogyha terved van velem, hogyha akarod, hogy beszéljek, hogy elmondjam a tapasztalataimat, hogy elmondjam, hogy igenis 2020 akárhányba lehet egy szép családi életet élni, és egy hívő, az van, hogy nagyon sokan úgy képzelik el a hívő embereket, hogy megfogjuk a Bibliánkat, beletesszük az arcunkat, és csak ott élünk, és ilyen befásult emberek, akik nagyon ritkán mennek ki az emberek közé. Nem, én valahogy be akartam bizonyítani, nem pont így, hogy be akartam bizonyítani, de valahogy át akartam adni az embereknek, hogy a hívő ember is egy boldog életet él, a hívő ember is itt van, a hívő ember is elmegy jobbra és balra, a hívő ember is vezet egy autót, ő is örül dolgoknak, igen, tehát valahogy úgy be akarom még mindig bizonyítani, hogy igenis... Be akarom mutatni, nem bizonyítani, igen, néha nem tudom a legjobban kifejezni magam, de be akarom mutatni, hogy igenis lehet boldogan élni, hívő emberként is, és főleg úgy, hogy tudod, hogy a Jóisten a te apukád, a Jóisten a te alkotód, és ő szeret téged, ő mindig melletted van, ezt valahogy át akarom adni a nagyvilágnak. Nem tudok hallgatni. És hogyan alakult még így a történet közben? Tehát hogyan lettek meg a technikai felszereltsége, gondolom, hogy szükség van ezekre, illetve hát válaszoljunk erre a kérdésre, és aztán még... Én átadnám a szót neki, mert olyan sokat beszéltem már. Mondd meg, te hogy élted meg azt, hogy hát kell kamera, kell mikrofon, hát kell ez, meg kell az, meg amaz. De mondta, hogy hát menjünk el azért, néha ruha is kéne. Jaj, nem, hát most hogy érted meg? Kamera, hamarabb ruha, majd később. Hát nem, mondjuk az igazság, hogy az elején egy kicsit ilyen tartózkodtam ettől a dologtól, vagyis eleinte nem láttam jónak az igazság. Aztán mondta Eden, hogy hát na, jó lenne, hogy az embereknek egy kis mosolyt csaljunk az arcára. Én is mindig mosolyogtam, szóval elkészített a videókat, csak hogy mi mosolyogtam. Na jó, vannam ilyen cuki. Úgy szeretik amúgy Petrát, de nagyon nem akar videót. El nem hiszitek, hogy 3 napig kell könyörögnek, hogy egy 1 perces videót legyen. Bocsánat, ez csak zárójelbe. Hát nem, én nem vagyok a kamera embere. Hát mondom, eleinte ilyen szkeptikus voltam, hogy most... tényleg, hogy az embereknek tetszene, hogy na jó, én az én gyerekem, tudod, na, hát normális, hogy nekem tetszik, meg a családnak, így elküldtük a videókat, és mindenki, jaj, de cuki, így úgy. Bennem volt még az is, hogy hát most ne jöjjön le úgy az embereknek, hogy mi dicsekedni akarunk azzal, amink van, mert messze álljon tőlünk ez, tényleg, hogy mi
akarjuk bemutatni, hogy hú, aztán most nekünk milyen gyerekeink vannak. Uh-huh. Nem. És aztán láttam, hogy Eden így imádkozott, s láttam, hogy akarja ezt a dolgot. Azt mondta, hogy hát jó, amúgy mindig megkérdezte, na mit szólsz, legyen, ne legyen, csináljam, folytassam. És mondtam, hogy figyelj, ha te úgy érzed belül, hogy ezt kell csinálni, akkor hajrás, akkor jöttek a dolgok, hogy hát kell ez, kell az, na de kéne ez is. Hát kérdem, hogy hát és akkor ezek mennyibe kerülnek, s hogy is. Mindig. Na jó. Mindig maximalista voltam. Igen. Nekem nem elég az, hogy jó a minőség. Nekem tökéletes kell legyen. Uh-huh. És a tökéletes az általában nem olcsó. Viszont nem megy el velem aló. Uh-huh. Tehát mondom, 10 évig néztem, hogy mi a legjobb, de abba az árba. Viszont abba az árba is drága. Uh-huh. Tehát ez mindig olyan volt nálunk, hogy igenis kell csinálni, mert az emberek szeretik, és felemelő az, amit csinálsz, mert hogyha meg tudod osztani Isten gondolatait, mosolyogva, természetes módon, akkor az emberek szeretik, és valahogy úgy van az ember felépítve, alapból, Ádámtól és Évától, hogy szocializálódunk. Ezt én nem úgy veszem, hogy én most mondtam valamit, most én jól odavágtam valamit, és akkor most mindenki hallgassa meg, és mindenki fogadja el. Nekem az az elvem, hogy nekem működik, uh-huh. kedves nézők, képzétek el, nekem ez működik. És ezt olvastam a Bibliából. És ez egy hatalmas dolog. És képzétek el, ez szerint élem az életemet, és wow, olyan jól érzem magam, és ezt átpróbálom adni az embereknek, de 4K60 frame-be, nem tudom, hogy érted. Technikai. Tehát ezt tökéletes hanggal és tökéletes képpel szeretném átadni, viszont az nem olcsóba kerül, és ezért ugye az elején voltak köztünk nagyon sok ilyen nézeteltérések, hogy azt most miért kell, vagy hogy, vagy mind, vagy már van egy mikrofonod, de miért kell az a mikrofon, vagy van már egy kamerád, miért kell az a... És igen, az elején nem volt olyan könnyű. Szerinted mennyire fontos ez, hogy azért, amikor egy tartalmat gyártasz, az legyen minőségileg is elkészítve, és nem alacsony szintű, nem tudom, egy telefonnal elkészítve, vagy... Én azt szeretném... Még akár TikTokon, meg Instagram story-ra. Én azt szeretném, hogy az emberek végignézzék a videókat. Uh-huh. Azt szeretném, hogy a videó kezdeténél bevonzam az embereket, és azt mondják, hogy hű, ezt jó nézni, jó hallgatni. Uh-huh. Ezért szeretnék minőséget. Mert magamról beszélek, lehet, hogy van egy nagyon jó téma, de olyan hang, olyan recsegő hang, és olyan kép van rajta, hogy egyszerűen nem tudom nézni. Uh-huh. Nem tudom. Mert valahogy az ember mindig is a szépet, vegyük a fákat, a virágokat, a természetet, olyan gyönyörűen körülvesznek bennünket, és valahogy az ember természetből a szépet szereti. Uh-huh. És én azt mondom, hogy azért van sikerei, azért is vannak sikerei a videóimnak, mert a legjobb minőséget próbálom adni. Uh-huh. Igen, vannak technikai problémák, például az internetünk, nagyon rossz fent a tanyán az internetünk, és ezért én levideózom teljesen tökéletes minőségbe, és mivel az internet gyengén tölti fel, és nem olyan jó minőségbe. Viszont, hogyha én még nem is adnák a legjobb minőséget, és még úgy tölteném fel, hát akkor még rosszabb lenne. Igen. Milyen csatornákon kezdtetek el médiatartalmat gyártani? Hát eleinte úgy volt, hogy én nagyon szerettem, ugye bent laktunk a városba, én már nagyon szerettem annak idején is képeket megosztani, uh-huh. igeverseket megosztani, gondolatokat megosztani a Bibliából, idézeteket, és már ott elkezdtem a Facebookon és az Instagramon. Uh-huh. És aztán, mondom, letöltöttem egyszer a TikTokot, mert fogalmam nem volt, hogy mi az a TikTok, és kíváncsi voltam, hogy miről szól, mert nagyon sok barátomat láttam, akik megosztottak uh-huh. videókat a TikTokról. És láttam, hogy rövid videók, rövid üzeneteket lehet átadni, és úgy a gondolataimban benne volt, hogy esetleg feltehetnék oda képeket, és úgy illusztrációkat, vagy ilyen dolgokat, és letöltöttem. Mondom, először használtam. Használtam, és azt vettem észre, hogy hűha, túl sok időt.
töltök rajta. Mi lenne, hogyha ezt az időt, és azóta is ezt csinálom, mi lenne, hogyha ezt az időt, amit 2 órát, 3 órát ott töltünk, mert valljuk be, hogy ott töltjük. Tehát lehet, hogy van olyan, aki most hallgat bennünket, néz bennünket, és azt mondja, hogy engem nem érintenek ezek a dolgok, én a telefont nem is használom, nekem gombos telefonom van, vagy de valahogy csak használod, vagy a rádiót, vagy a tévét, vagy valamit, akármit is, de használod, és használjuk, és nagyon sok időnket elvesz. És én azt mondtam, hogy mi lenne, hogy ezt az időt, amit elveszítünk a képernyők előtt, ezt olyan dolgokkal töltenénk, hogy megnyitjuk a Bibliánkat, lássuk, mit üzen nekünk Isten, és hát, hogyha inspirál bennünket arra, hogy továbbadjuk. És nekem ez nagyon nagy tapasztalat, hogy igenis, már mondtam az elején, beszélgettünk egy kicsit az interjú előtt, van olyan, hogy leveszem a videót, leveszem, hogy is kell ezt mondani? Felveszem, bocsánat. Vagy elkészítem. Igen, elkészítem a videót. Volt olyan, hogy elkészítettem a videót, és mikor visszanéztem, azt mondtam, hogy hűha, ezt én mondtam. És úgy indítom minden, majdnem minden videómat, úgy indulok a videóimmal, hogy összefogom a kezem, és azt mondom a Jóistennek, hogy Uram, van valami üzeneted a nagyvilágnak? Valamit át akarsz adni általam? Hát használj fel engem. És érzek egy elmondhatatlan érzést. Mint hogyha a Szentlélek teljesen áthatná az életemet, igen, a lényemet, és diktálja. Egyszerűen diktálja. És eszembe jutnak igeversek, még azt is mondd el, és még azt is mondd el, és várj, mert emlékszel, azt hallottad, még azt is mondd el. És összejönnek 2-3-4 perces videók, és mikor visszanézem, saját magam hangjától és lényemtől ráz a hideg, mert úgy érzem, hogy ez nem tőlem van. És megszerkeztem a videót, és azt mondom, hogy hűha, ezt én mondtam, tényleg ez belőled jött ki ilyen. És ezt annyira élvezem csinálni, hogy nem tudom, mikor lesz felhívás, vagy lesz-e felhívás, de aki csak tudja, akinek csak van egy, úgy érzi, hogy van hangja hozzá, és egy megjelenése, kezdj el csinálni. Mert az, hogy te tovább próbáld adni, az téged is tanít, saját magadat. Én annyi mindent tanultam a TikToktól, annyi mindent tanultam az emberektől, a viselkedéstől elkezdve elkészen a beszédig, mert beszéltük az előbb, hogy nekem jó, hogy váltsak át románra, vagy angolra, ahogy beszélek. De hogy végig magyarul mondjam el, ebben is nagyon sokat segített a TikTok, és abban is, hogy tanulmányozok, mert ugye nem adhatok semmit át az embereknek, ha nem tapasztalom én meg azt a dolgot, amiről beszélek, nem lehet, hogy vizet prédikálsz és bort iszol, és én nem mondom, hogy én teljesen tökéletes vagyok, vagy soha nincsen köztünk nézeteltérés a családomba, vagy minden olyan tökéletes és rózsaszín, nem ezt mondom, hanem te rajta vagy azon, maximálisan, hogy amit beszélsz, azt csináljad is. Mert hogyha beszéled, és nem csinálod, akkor a lelkiismerete megöl. És így voltam sok ideig, hogy na jó, elkezdtük ezt az egészet, na de akkor, amit mondasz, azt úgy is csináljad. És azóta jó az életünk. És mondom, nem mondom, hogy nincsen. Például most volt egy nézeteltérés köztünk, hát nem ezt az inget akartam venni, ő mást mondott. És én kiakadtam, és ő azt mondta, hogy de igen, és úgy kell öltözni, mert el kell a szín egy kicsit, hogy színesebben, és én mondtam, hogy de teljesen kékbe akarok. Oké. Nem minden problémamentes ettől az élet. De viszont, hogyha próbálod magad fejleszteni, és próbálsz olvasni először is önmagadért, akkor feltöltödsz annyira, hogy tudj adni másnak is, de ha nem töltöd fel magad, akkor annál inkább több probléma történik az életben. Először, hogy világítsál, te magad kell égjél, vagy a te gyertyát kell égjen, hogy tovább tudd adni a következőt. Petrának mi volt a szerepe? Vagy Petra, te hogyan kezdtél el tevékenykedni ebben a projektben? Hát én kamera mögötti ember vagyok. Hát azt mondtam, hogy amennyibe lehet, én majd
kamera mögül segítek ebbe, uh-huh. abba, a gyerekekkel elrendezem őket, bátorítom őket, Eden bátorítom, akkor esetleg ő megkérdezi, sokszor megkérdezte, hogy na mit szólsz ehhez a videóhoz, uh-huh. mit szólsz, tegyen fel, túl erős, túl, uh-huh. valamit nem jól mondtam, vagy ilyesmi, és akkor mindig őszintén elmondtam a véleményemet, szóval mellettük vagyok. De... Te vagy a segítőtárs. Igen. Tehát bármi van, te vagy a segítőtárs. Szerintem igen. fontos, hogy legyen egy ilyen ember a hátad mögött. Azzal, hogy ő már nem negatívan áll hozzá, azzal minden pozitív. Uh-huh. Úgy, mint a tanyasi élet is, úgy, mint a social médiába való szerepelés, lehet ezt jelenlét, inkább jelenlét, mert igen, sokan azt mondják, hogy szerepelnek, és nem, hogy, nem színházi és szereplésre igen, akarunk utalni. Igen, szerepelnek, és hogy videókat raknak fel, és tehát vannak, erre lehet, hogy rá fogunk térni a negatív oldalára is, vannak negatív kommentek is, vannak negatív visszajelzések is, viszont hogyha a család pozitívan áll hozzá, uh-huh. akkor nyert ügyed van, abszolút. Itt kitérnek meg a gyerekekre is, most már, ha a családról beszélünk, ők hogyan fogják fel ezt az egészet? Tehát ők gondolom élvezik csinálni. Hát ez egy nagy móka. Amennyire, mert az koruk megengedi. Aha. Úgy mondom, úgy például Noel jobban felfogja ezeket a dolgokat, és mindig mondom neki, hogy vagy mindig mondtam neki, hogy mi nem azért csináljuk, hogy most az emberek, mert sokan meglátnak, és megismernek, és oda jönnek, hogy hú, ti vagytok a család, síts úgy. Uh-huh. És mindig mondom neki, hogy most köszönünk, szépen viselkedünk, mert az emberek néznek, de nem azért, hogy mi kik vagyunk, hanem azért, hogy mi be tudjuk mutatni az embereknek, hogy igazán Isten hogy tanít minket. Uh-huh. Milyen értékeket igen. ad át a Biblián keresztül. Igen, igen, uh-huh. igen. Egyelőre én úgy látom, hogy nagyon élvezik, legalábbis Rodé, főleg Noel, inkább így rám húzott ebből a szempontból, annyira nem... Megkérdezi mindig Eden, hogy na, szeretnéd, hogy készítsünk egy videót? És van, hogy mondja, hogy ja, persze, igen, apa, de van, hogy nem. Azt mondja, hogy hát most inkább nem. És akkor megkérdezi Rodét. Viszont a technikát nagyon szereti, úgyhogy nagyon jó videós lesz. Hát az biztos. Állandóan veszi el a telefonos mindent videóz, és akkor kezdi magyarázni, hogy ez most egy autó, ez Mercedes-Benz, és így, és úgy szól, hogy aha. látom, hogy így benne van, de ő is egyelőre a kamera mögött szereti. A múltkor mutatta Petra, hogy csinált egy ilyen napi vlogot magának, elvette a telefont, megnyomta a rekordot, és akkor mondta, hogy figyeltek, Jézus nagyon szeret bennünket, és tudjátok, jól kell viselkedni, és így ment végig így a tanyán, és filmezte magát, hát úgy élveztük. Az van, hogy a gyerekek egy hatalmas játéknak veszik azt fel, mert azt mondom, hogy figyeltek, megcsinálunk egy videót, lefilmezünk egy videót, és utána apa megvágja, és megmutatja nektek, és akkor lássuk, hogy hogy sikerül. És nekik ez egy nagyon ilyen kis játékos dolog, hogy és elnevetjük, és elkacagjuk, és tudjátok mit? A minőségi idő a gyerekekkel. Uh-huh. Levesszük a videót egy, nem tudom, 10 perc alatt, 20 perc alatt, annyit nevetünk, annyit elrontják, akkor kacagunk egymáson, akkor mondják, hogy lássam, ez hogy sikerült. Uh-huh. Olyan kis jó, kis napi program. Sokan azt gondolják, mert ha egy ige versről van szó, amúgy nagyon akkor sok megtanulják. Mindent, de nagyon sok mindent megtanulnak. Ugye átadunk embereknek egészségügyi alapelveket, igen, tanácsokat, a Bibliából dolgokat, hogy kell az okninkat el kell pakolni, nem széllyel dobni a ruhánkat. Elkezdtünk csinálni ilyen praktikus dolgokat. Igen. És akkor ők nekik úgy megmarad a memóriájukba, mert ugye lefilmezzük, ez már koncentráció, ez már odafigyelés. Tehát a gyerekeknél az van, hogyha odafigyelnek, akkor egész életükre megjegyzik azokat a dolgokat, amit át akarsz adni nekik. Hát amikor ők lefilmezzük, és még vissza is nézik párszor. Uh-huh. És nem csak az, de hogy ők átadják. Igen, és sokszor Noel mondja Rodénak, hogy emlékszem, mit mondtuk a videóban? Na gyorsan. És akkor Rodé is, és akkor mondja, hogy össze kell hajtani a ruhánkat, ugye anya? És ezek olyan... Tanulnak. Igen, ők is, és mi is. És amúgy mi is szoktuk használni. Emlékszem, mit mondtuk a videóban? Uh-huh. Emlékszek, na jó, oké, rendben. És akkor elismerjük, hogy jó, rendben, igazad van. És így tanítjuk, nem hogy tanítjuk, hanem szeretetből átadjuk az embereknek, de mi is ugyanúgy magunkat ezzel edzük, hogy ugye,
ha már azt mondtad, akkor te is. Így beszélgettük még a felvételt előzőleg, hogy már van ezen valahány felvétel, amit készítettetek, és honnan jönnek az ötletek ezekre a tartalmakra? Tehát ez már egy iszonyatos mennyiségű tartalom, már így is, de hogy honnan jöttek, hogy alakultak ki? Ez nekem is amúgy meglepő. Körülbelül az, hogyha jól emlékszek, 1600 videónál tartok, amit felraktam ez a két év alatt, ez a csodálatos két év alatt azt mondhatom, mert azt csinálom, amit szeretek. Uh-huh. Én mindig is szerettem volna alkotni, mert ezek alkotások. Uh-huh. Mondhatjuk, hogy ezek alkotások. Digitális alkotás. Digitális alkotások, így van. Mi volt a kérdés? Bocsánat, egy kicsit. Hát, honnan jön az ötlet? Igen, az ötlet, a tartalmakra. Igen, bocsánat, igen. Belemélyedek egy témába, aztán ugye tudnánk beszélgetni így napokig. Az ötletek, hűha. Annyira közel érzem magam a Jóistenhez, amikor minden rendben van a lelki világodban, hogy beszélgetek vele egész nap. És úgy mondom neki, mint egy barátnak, hogy most szeretném mondani valamit, ugye, ahogy az elején mondtam, szeretném mondani valamit az embereknek. És nem hiszitek el, de 3-4-5 téma is eszembe jut egyszerre, mint a szálak. Nagyon-nagyon furcsa volt nekem az, hogy a Petra tud koncentrálni több dologra egyszerre. Tényleg minden ott van a fejébe, és hát nekem ez egy nagyon női furcsa, képesség. Igen, ez nagyon furcsa volt nekem, és azt mondtam, hogy én leülök egy fotelre, és megkérdi Petra, hogy mire gondolsz, és azt mondom, semmire. Ez nekem így működött. Ez pedig a férfi képesség. Igen, ameddig nem kezdtem el videózni. Na most 10 témáról is tudok gondolkozni, hogy azt az igeverset még oda kéne rakjam, ezt gyorsan leírom, vagy a legtöbbször úgy van, hogy van olyan videó, amin 2 hónapot gondolkoztam, és nem viccelek. Két hónap gyümölcse egy videó, egy 2-3 perces videó. Meg kellett érjen. Igen, meg kellett érjen. Viszont van olyan is, amikor leülök a székemre, magam elé teszem a kamerát, és csak annyit mondok, jó atyám, valamit meg akarok osztani, most inspirálj. És nem tudom elmondani nektek. Ahogy mondtam már, áthat valami, és eszembe jut egy dolog, amiről kell beszélni, ami aktuális, és mindig van rá komment, hogy ez nekem kellett. Uh-huh. És én hálát adok a Jóistennek egy emberért, vagy 2-ért, vagy 3-ért, vagy 5-ért, vagy 10-ért, vagy van olyan, amin több mint 10 000 komment van, olyan videó. Wow, és ezeket mind átnézitek? Nem tudom átnézni mindent. Tehát ilyen havi szinten, vagy ilyen 3 hónapra vissza lehet menni, van olyan, hogy 70 meg 80 ezer kommentre lehetetlen. Tehát egyszerűen lehetetlen elolvasni mindent, viszont van olyan program, amikor leülünk, és akkor néhány kommentet elolvasunk, esetleg válaszolunk rá. Viszont ezt akarom mondani, hogy inspirációt úgy kapok, hogy kérem, jó, atyám, mondjad már, hogy mit szeretnél átadni a világnak, mit szeretnéd, hogy átadjak, legyek a te töltséred. Öntsed belém, és én csak mondom. És annyira jó, és ajánlom mindenkinek, imádkozzatok, hogyha valaha megfordult a fejetekbe, hogy belenézzetek a kamerába, és azt mondjátok, hogy hűha, van egy élettapasztalatom, olyan jó lenne fölvenni, kérlek, vedd föl. Tehát valahogy úgy ennek az egész interjúnak legyen az üzenete részemről, nem tudom Petra majd mit fog üzenni, de részemről az, hogy nyomd meg a piros gombot. Van egy applikáció a telefonon, kamera, az a címe, az a neve, és van egy piros gomb, nyomd meg, és vedd fel, és tedd ki, mert olyan sok ember tudsz elérni, akit lehet egész életedben nem találkozol annyi emberrel. Úgyhogy a videóinkat több, lehet már átmentünk a 100 millió megtekintésen. Tehát ez nekem hihetetlen. Mai napig hihetetlen az, hogy még azóta is egyfolytában követnek be kedves emberek, és én amúgy soha nem mondtam azt, hogy nekem követőim vannak. Ez olyan furcsa nekem, tehát nem követők, hanem a profilomnak is a neve Edens Family. Ez egy család. Aki beköveti a csatornát, az beköveti a családot, az családtag lesz.
És mindenkit úgy próbált megszólítani, hogy kedves barátom, vagy családtagom, vagy szoktam live-ozni, és ott is üdv a családban, mindig azt mondom. És ez valahogy kialakítasz magad körül egy családot, ami egy csodálatos dolog. Olyan szép ez a munka. És lehet, hogy sőt, sokan megijednek, és azt mondják, hogy nekem lenne üzenetem, videóznék is, de mi van, hogyha valaki negatívat ír? Tehát ha valaki nem úgy gondolja, hogy én gondolom, és odaírja a kommentbe, én attól meghalok. Ezt nem egyszer hallottam már, hogy teljesen stresszes leszek ettől a gondolattól, hogy én kirakok valakit, és valakinek, ha elmondhatnám, hogy hány negatív kommentet kapunk, nagyon sok negatív komment, nagyon sok. Az van, hogy egy ideje elkezdtem már nem annyira felvenni a dolgokat. Mert az elején rosszul esett az, hogy azt mondtam, jó Istenem, te akartad ezt a csatornát, mert én azt kértem, hogyha ezt kell csináljam, akkor kövessenek be az emberek, és hadd jusson el a hangom minél több emberhez. Hát ez hónapok alatt 100 000, 200 000, 300 000, így mentünk fölfele, mindig megosztottam, hogy wow, mi történik, és azt mondtam, hogy hogyha, jó atyám, hogyha te akartad ezt, hogy én online legyek, akkor én a legjobbat akarom adni az embereknek, mindenkinek segíteni akarok, és mindenkinek pozitív energiát akarok átadni, akkor honnan ez a sok negatív? Akkor miért kapok ilyen sok bántást? És egyszer csak, mikor egyszer nagyon magam alatt voltam, Petra azt mondta, hogy te kapod ezeket a bántásokat? És akkor elgondolkoztam rajta, hogy várjunk egy kicsit. Én felveszem, én kérem az inspirációt, felveszem a videót, megosztom az Isten gondolatait, és akkor én fogadom a bántásokat? Hát nem én fogadom a bántásokat, hanem ha bántanak valakit, akkor az a jó Isten. Mert igen, nem minden gondolatunk egyforma mi nekünk, embereknek. És igen, másképp látjuk a világot. Egyesek így, mások úgy látják a világot, és nagyon sokan úgy azt mondják, hogy ez így van, és Eden nem mondja jól. Ezt a legszebben mondtam, ahogy lehetett mondani, hogy Eden nem mondja jól, és én tudom nagyon jól, meg van írva, tudom nagyon jól, hogy a Jóisten ezt ajánlja, és a legtöbbször az ellen van a komment, amit ott ír, egyesek másképp értelmezik. És ez a másképp értelmezés nekem mindig úgy jött, mintha engem támadnának, meg hogy én hogy merem így értelmezni. És akkor ez engem sokszor leütött, és sokszor odabújtam Petrához, és egyszerűen nem tudtam tovább lépni. Viszont egy ideje rájöttem arra, hogy én a tapasztalatomat megosztom, ez az igevers így működik az életemben, ez az én tapasztalatom, és szeretném átadni nektek, kedves nézők. És legyen ez a ti tapasztalatok is, ez az én vágyam, de hogyha ti nem akarjátok, mindenki maga szerint dönt, és magáért dönt. Hát nyilván, hallgattam én is egy podcastet, egy egészségügyi adásban, egy olyan személlyel, aki vlogokat készít YouTube-on, és nagyon sokszor kifejezte a videóiban, hogy nézzétek, ez nem egy tanács, hogy ti is így implementáljátok az életetekben. Ez az, ami működött nálam. Igen. Ugyanúgy nektek is. Ez az, ami működik nálatok, és szívesen megosztjátok, hát ha működik mással is, másnak az életében. Ez a kulcsszó, hogy hátha. És jobb lesz az életed. Próbáld ki. Igen. Semmit nem veszít az ember. Igen, nem muszáj. Próbáld ki. Viszont nagyon sokan nem, hogy kipróbálják, hanem nagyon el is ítélik. De mondom, egy ideje nem reagálok már a kommentekre, úgy valahogy hagyom, hogy a Jóisten dolgozzon. Rábíztam a Jóistenre. Hát az kritika mindig fog létezni, és hogyha engedjük, hogy beül öröljön minket, akkor az csak, hát úgymond sikertelenséghez is vihet hosszú távon. Viszont hogyha meg vagy győződve, hogy Isten vezet téged mindezekben, és segít, hogy ezek a gondolatok szülessenek meg, ezt a tartalmat tegyed ki, akkor te tudod, hogy Istennel rendben vagy, és azt hiszem, hogy ez ami a legfontosabb. De nyilván, hogy nagyon sok
pozitív visszajelzésetek van? És kik azok, akik a család része, úgymond a követőit? Kik azok, akik nézik állandólagos jelleggel a videókat, a tartalmakat, amiket kitesztek? Nagyon sok, nagyon-nagyon sok a pozitív. Igen, beszéltünk a negatívról, ezt el kell felejteni. Erről ennyit a negatívról, ezt el kell felejteni. A pozitív pedig az, hogy csak ha megengeded, felolvasnák egy üzenetet mindennapi emberek. Tehát azt kérdezted, hogy ki nézi és kik nézik. Mindennapi emberek és celebek is. Mert a profilunk annyira felment már, hogy megyünk lassan a 600 ezer feliratkozó felé, és kommenteltek többen már a celeb világból a videókra, pozitívat, negatívat, például egy utolsó példát adok, a Győzike látott egy videót a kicsi Ródéról, ahogy egy hatalmas gyümölcsöt megeszik, beleharap egy nagy eperbe, és azt mondta, hogy ez volt a legcsodálatosabb videó, amit látott valaha TikTokon. És ez nekem olyan jól esett, hogy Győzikét ugye régen néztük őt, és... Ti néztétek őt, most ő néztéteket. Igen, ez egy olyan... Én nekem nagyon felevelő volt, mosolyom, egész nap az arcomon volt, és általában ilyen mindennapi emberek, körülbelül egy ilyen 80% Magyarországról, 80-85% Magyarországról követ bennünket, Erdélyből is nagyon sokan, Székelyföldről, Marosvásárhelyről, innen Kolozsvárról is, és nagyon sok pozitívat kapunk. Például fel akarom olvasni, remélem nem akadok meg, mert nekem az olvasás valahogy, ez nekem nem egy ilyen pozitív, nem tudom, valahogy gyerekkorom óta nem olvasok olyan. Hát úgy a szabad beszéd az, ami az elemet. Igen, a szabad beszéd sokkal jobban ment. Valahogy az olvasásba úgy belemerülök, és akkor, mikor magamnak olvasok, akkor olyan gyönyörűen minden a fejembe, és mikor ki kell mondani, akkor valahogy nem úgy működik, de remélem, hogy szépen adom át. Valaki azt írja nekem, és ez amúgy több ezer üzenetet kapok. Ez hihetetlen, és olyan jó érzés egyféleképpen, hogy rengeteg az üzenet, viszont nem tudom, kik néznek bennünket, akik üzenetet írtak nekem. Szeretnék így is bocsánatot kérni azoknak, akiknek nem tudok visszaírni, mert egyszerűen emberi lehetetlenség, hogy ugye ott építjük a tanyát, és dolgozunk, és aztán ugye a családdal is kell foglalkozni délután, és este jut egy kicsi-pici idő a kommentek meg az üzenetek elolvasására, és lehetetlen mindenkinek válaszolni. De olvasok egyet. Valaki azt írja, hogy Szilárden, azért írok most neked, mert nagyon sokat segített a videód, amit kitettél TikTokra. Eddig is hittem Istenbe, de most már még jobban hiszek. Minden reggel és este imádkozok. Csak velem ez a nagy baj, hogy sajnos halálfélelmes vagyok. És nagyon félek ilyenkor, hogy mi lesz. És jó, hogy végighallgattam a videód, mert ez nagyon sokat segített, és mindig este, mióta imádkozok, érzem, hogy van valaki mellettem, és a szívembe is ilyen jó érzés milyen van. Milyen szép üzenet. Igen. És ilyen üzeneteket kapunk napi szinten, tehát napi szinten nem egyet, nem kettőt, nem hármat, hogy az emberek inspirálva érzik magukat. Sokan mondják nekem, hogy mióta a videóidat nézem, hiszek Istenbe, mióta a videóidat nézem, olvasom a Bibliát. Régebben hittem, egy kicsit eltávolodtam Istentől, de amióta kezdek újra közeledni, és ilyen hitet, tehát, hogy én mindig hittel, mindig azt mondom, hogy minden a hitből indul ki, és hogy higgyetek, kedves nézők, higgyetek, mert én hiszek, és van, és mondom a jó Istennek, és működik, és ad, és mindig az van, mindig úgy sikerül minden, ahogy ő akarja, és rábízod a jót is, rábízod a rosszat is. És valahogy látják ezt a hitet az én életembe, ami természetesen bármit elmondok ma este, nem úgy vegyétek, hogy hűha, Eden most jól bedicsekedte magát, és hogy ő milyen szintre jutott. Nem ez az üzenet, nem ezt akarom átadni, hanem hogy az Isten vezetését, hogyha átadod magad Istennek, mennyire szépen tud vezetni téged. És ezt próbálom átadni. És mikor átadom, és átmegy az üzenet, mert ugye
azt mondják az énekesek, vagy a tévébe, vagy valahol, hogy átpróbálják adni az üzenetet. Uh-huh. Na hát én is ugyanúgy átpróbálom adni az üzenetet, és mikor látom, hogy átment az üzenet, hát ez egy olyan felemelő érzés, uh-huh. és olyan jó látni ezeket a pozitív üzeneteket, és ezeket a pozitív visszajelzéseket, olyan jó, hogy az arra készített, hogy még többet, uh-huh. még többet, és még többet osszál meg a saját életedből, a saját gondolataidból, és a Jóisten uh-huh. részéről. Petra, neked milyen kellemes emlékek, vagy tapasztalatok vannak, jutnak eszedbe így a tevékenység során, amit végeztek? Hát találkoztam így az utcán is pár emberrel, így aki odajött, hogy jól látlak, hogy te vagy az, nem látlak sokszor a videóban, de egyszer láttalak, és mondom, hát igen, mondom, nem vagyok az a szereplős típus. És odajött, és mondta, hogy nagyon örül, hogy még lát őszinte embereket. Uh-huh. Szóval ugyanúgy, ahogy Eden mondta, nem dicsekvésképpen mondjuk el ezeket a dolgokat, mert kik vagyunk mi. De egy eszközök vagyunk, és mondtam, hogy mi tényleg csak azért csináljuk, hogy bár egy mosolyt, hogyha tudunk az emberek arcára csalni. És ez nagyon felemelő volt, hogy így odajött hozzám. Sokan írtak nekem is ugyanúgy, meg írnak, és örülök, hogy látom a, mondhatni a gyümölcsét annak, uh-huh. amit csinálunk, hogy nem hiába van. Uh-huh. Erről az írásról amúgy csak még annyit, hogy ugye hívő emberként próbálsz elérni minél több embert az életed során, hogy elmondd neki, hogy mit tett veled Isten. És nagyon sok kérdésük lehet az embereknek, de te nem tudsz eljutni minden egyes kis lakásba, hogy megválaszold ezeket a kérdéseket. És nagyon sokan feltesznek kérdéseket, hogy Eden, miről is szól ez az igevers? Eden, ki is ez a személy a Bibliában? Eden, honnan kezdjem el a Bibliát olvasni? Most ezt hogy értelmezzem? Vagy mint van? És valahogy úgy mindenkinek szeretek visszaírni, hogy figyelj, a Biblia megmagyarázza saját magát. Olvasd el ezt, vagy azt, vagy amazt, uh-huh. ezt az ige verset, vagy ezt az ige helyet. És nézd meg, tapasztald meg te saját magadtól. Ne fogadd el soha, amit én mondok, uh-huh. hanem járjál utána. Az emberek elkezdik olvasni a Bibliát, ez egy csodálatos uh-huh. dolog. Mert a Biblia egyeseknek egy fekete könyv, másoknak egy mesekönyv, de ez az Isten szava. Uh-huh. Tehát a Biblia az Isten szava. A Biblia egy recept a jó életre. A Biblia egy harc. Egy harcot, a jó és a gonosz közötti harc. És ez a harc, ez olyan embereket, olyan emberek feltesznek kérdéseket, hogy tudjak ebből a harcból kijönni uh-huh. győztesen. Mert ugye mindenki győzni akar, mindenki a mennyországba vágyik. Én még nem találkoztam olyan emberrel, hallottam már olyan valakit, aki azt mondta, hogy hát figyeltek, hogyha ez meg ez nem lesz a mennyországban, akkor én nem akarok ott lenni. Földi dolgok. Uh-huh. De én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondja, hogy hú, hát, nekem jó lesz a pokol. Én még nem találkoztam. És mindenki úgy felmerülnek kérdések, hogy vajon hogy lehet oda jutni, vajon milyen, hogy legyen életcélom. Azért, mert vágyakoznak. Igen, tehát hogy legyen életcélom, és mekkora, milyen nagy dolog az, hogy felhasznál téged a Jóisten, hogy válaszolj ezeknek az embereknek, és hány embert el lehet így érni. Hát én azt kívánom nektek, hogy az Eden's Family csatorna minden felületen, ahol ott vagytok, bővüljön. És hogy segítsen az Úr titeket továbbra is tartalmakat kreálni, és válaszolni az emberek igényeire, kérdéseire, szükségleteire, mert igény van erre, és látjátok. És erőt kívánok mindebben a szolgálatban. Én köszönöm, hogy eljöttetek ma a stúdióba. Mai beszélgetésbe csak ennyi fért bele. Még hogyha megengednél. Kérlek. Ne haragudj, csak egy utolsó mondatot. Itt van Eden, aki fent van a TikTokon, és fent van a Facebookon, és az Instagramon, és mindenhol. Az emberek várnak másokra is. Az emberek várják, hogy igen, Eden ezt mondta, de hol vannak Edennek a testvérei? Hol van a többi ember? És szeretem látni azt, és vannak olyanok, akik inspirálva érezték magukat a csatornáinkról, és elkezdtek ők is gyártani és dolgozni. És szeretném, hogyha tudnám azt mondani, hogy menjél csak át neki a csatornára, és nézd csak, itt van román nyelven is, uh-huh. és itt van angol nyelven is.
és képzeld, van egy barátom, aki még ezt csinálja. És lássák az emberek, hogy igenis érdekel engem, és érdekel téged, és még a testvéreimet érdekli a te sorsod, és mind azt szeretnünk, hogy átadjuk az üzenetet, átadjuk ezt a jó életnek a receptjét, és egykoron találkozunk a mennyországba. Mert nagyon fontos. Hívőként megtapasztaljuk a jólétet, megtapasztaljuk az Isten kegyelmét, és szeretnünk, hogy együtt lakozzunk egykoron a mennyországba minden egyes nézővel. És szeretném azt az üzenetet átadni, hogy kezd el te is. Kezdjél el világítani. Ha a social médiáról van szó, akkor ott. Ha egyéniként ott. Ha könyvekkel akarsz menni, és azzal szeretnél szolgálni Istennek ott. De mindenképp kezdj el dolgozni. Köszönjük a bátorítást, és minden jót kívánok nektek is a szolgálatban, és Isten áldását erre a munkára. Amen. Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves hallgatóink, kedves nézőink, hogy figyelemmel voltak jelen a mai adásban, önök is, hogy figyelemmel hallgatták, nézték ezt. A közösségi médiában, de nem csak való szereplésről volt szó, arról beszélgettünk, hogy fontos keresztényeknek is megjelenniük, hiszen értékeket átadhatunk, szeretetet, pozitivitást, és erre szüksége van a világnak. Úgyhogy ha ön is inspirált lett, akkor bátorságot és kitartást és sok imát, mert Isten válaszolni fog ezekre, és utat fog mutatni. Köszönöm, hogy velünk voltak, és nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót kívánok. A viszontlátásra!